Sziasztok! Próbáltam ezt a hétindítót elindítani a Zoom-on, de nem sikerült, mert nem én csináltam a linket, és nem tudok bemenni, nem én vagyok a házigazda. Majd ezt megoldjuk. Tehát, hogyha nem tudom, mi az a hétindító, lehet, hogy lejjebb kell mennem, mert elég fúj a szél. Szóljátok, hogyha nagyon szeles, akkor megmozdulok, akkor átmegyek egy másik helyre, ha nem, akkor maradok itt. Tehát ez a hétindító arról szólt eddig, pár hete ezt csinálom, hogy kitalálsz három dolgot hétfőre, most van vasárnap este, hétfőre kitalálsz három dolgot, amire büszke tudsz lenni, ha megcsinálod. Tehát ez nem olyan három dolog, amit egyébként is megcsinálnál, meg minden nap megcsinálsz, csak írsz egy ilyen listát, hogy mit kell megcsinálni, ez nem az. Ez három olyan dolog, amire büszke lennél akkor, hogyha befejezed. Három ilyen dolgot kitalálsz hétfőre, és három ilyen dolgot kitalálsz az egész hétre, tehát a hét végére mit akarsz létrehozni. Most valaki ezt már csinálja egy-két hete, van, aki lehet, hogy csinálja évek óta, annélkül, hogy én ezt felhoztam ezt a témát. Sziasztok! Hogyha nagyon szeles, akkor szóljatok már egy szíves, mert el tudok menni innen más helyre, sőt, lehet, hogy meg is kéne tennem, de nem tudom, hogyha nem szeles, akkor maradok itt. Tehát három dolog hétfőre, három dolog a jövő hétre, és mikor ezek megvannak, akkor ezeket lebontod, megnézed, hogy mi az, aminek meg kell történnie, hogy ezek meg tudjanak, hogy ezek létrejöjjenek. Tehát kell-e valami hozzá még, azon felül, hogy te ezt kiírod, vagy leírod magadnak, és eldöntöd, hogy megcsinálod, kell-e valami, aminek meg kell lennie? Kell egy telefonszám hozzá, kell valakivel beszélned, kell valamennyi pénz hozzá, kell valami anyag, vagy feltétel, vagy valami logisztikát el kell végezni. És akkor ezekből is csinálsz egy listát, hogy mi az, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy mondjuk péntekre vagy vasárnapra megtörténjenek azok a dolgok, vagy hogy a holnapra megtörténjenek ezek a dolgok. És ez végül is jó az adás, oké. Okay. És végül is ez nagyon egyszerű. A trükk az, hogy ezt csinálni kell. Tehát ezt nagyon sokan tudják, hogy hát igen, le kéne írni, hogy mit kéne csinálni, meg így, meg úgy. De hogyha ezt valaki nem csinálja meg, akkor saját magával szúr ki. Mert az, amit le se írsz, annak sokkal kevesebb az esély arra, hogy megtörténjen, mint az, amit leírsz. És nem csak leírod most vasárnap este, hogy mit fogsz csinálni hétfőn, de hétfő este újra át tudod nézni. Megnézed, hogy elérted, vagy nem érted el. Ha valamit nem értél el, akkor az automatikusan mehet a keddi három dolog közé. És ezt így folytatod az egész héten. És meg fogod figyelni, hogy ha ezt csinálod, és csinálsz magadnak egy játékot ebből, akkor mennyivel többet tudsz kihozni egy napból, mennyivel többet tudsz kihozni az egész hetedből. És még mindig írjatok, hogyha itt nagy a zaj, vagy a szél, elpróbálok menni ide-innen, és akkor meglátjuk, hogy változik ez. De tengerpart, azt lehet látni. Tehát itt mindenhol szél van, talán egy jobb. Tehát ez az első lépés. És akkor általában ezt most minden hétvégén ezt így elmondom, csak ilyen emlékeztetőképpen, vagy egy ilyen átnézzük, hogy oké, akkor mi is itt a lényeg, és talán meg hozzáteszek valami mást, minden héten mást, ami úgy gondolom, hogy még fontos ahhoz, hogy sokkal többet tudj kihozni a hetedből, mint a előző hetekből. Na most, volt egy-két érdekes téma így a héten, ami fejembe így előjött, hogy hú, ezt majd el lehet mondani, azt majd el lehet mondani, és akkor ezekből fogok mazsolázni egy párat. Az egyik az, hogy mindig annyit fogsz tudni magadból kihozni, illetve egy picit kevesebbet fogsz magadból kihozni, mint amit eltervezel. Mert ez szinte mindig így van. Tehát, ha eltervezel valamit, akkor általában egy picit kevesebbet tudsz elérni. Nagyon ritka az, hogy pont eléred, és akkor ha pont eléred, akkor már boldog vagy, hogy fú, elértem. Ezt figyelj meg magadnak. Hogyha valamire van két órát, hogy megcsináld, akkor két órát fogsz vele tölteni. De hogyha ugyanarra a dologra kitűzöl magadnak egy órát, akkor lehet, hogy egy óra alatt is befejezed, és nem fogod befejezni fél óra alatt, csak egy óra alatt. De hogyha kitűzöl azt, hogy fél óra alatt csinálod meg, lehet, hogy az is sikerülni fog. Itt most arról beszélek, hogy lerövidítjük az időt, de ezt meg lehet fordítani úgy is, hogy egyre nagyobb dolgokat hozol ki magadból. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ma fölhívok három embert, akkor valószínűleg fölhívsz három embert, és megveregeted a saját válladat. De hogyha azt tűzöd ki, hogy tizet hívsz föl, akkor lehet, hogy nem, akkor biztos, hogy nem hármat fogsz fölhívni, hanem lehet, hogy hatot, nyolcat, és lehet, hogy nem pont tizet, de akkor már azt mondod, hogy oké, okay, már elég közel vagyok. Ha 20-at tűzöl ki, akkor lehet, hogy megcsinálsz 10-et automatikusan. Mert az egy más hozzáállással indulsz az egésznek. Tehát ez, van ez a 10x dolog, amiről én néha már beszéltem itt egy-két helyen,
És ez benne a lényeg, hogy mikor kitűzöl egy célt magadnak, akkor lehet úgy is kitűzni a célt, hogy kisebb idő alatt csinálsz meg ugyanannyit, vagy lehet úgy is kitűzni a célt, hogy az időt nem változtatod meg, de többet akarsz kihozni magadból, többet csinálsz meg. Na most ebben a csoportban remélem, hogy ez a téma ez nem egy ilyen teljesen ilyen UFO-szerű gondolat, hogy úristen, hogy minek, miért kell többet kihozunk magunkból, meg miért fontos ez, meg így, meg úgy. De itt egy dolog ezzel kapcsolatban. A Gary Vaynerchukot megkérdezték, és erről beszéltem már itt, azt hiszem múlt héten is. Gary Vaynerchukot megkérdezték, hogy meg is leveszik ezt a hangot, mert ez a telefon az meg fog ismétlődni. Így. Hogy mondjon valamit, ami motiváló. És csak egy mondatot mondott, ami mindenkit meglepett. És azt mondta, hogy meg fogsz halni. Na most ez, hogy motiváló ez? Lehet, hogy valakinek ez egy nagyon rossz hír, de ez egy tény. Aki ebben nincs tisztában, vagy akinek ez új információ, az nem tudom, hogy hol volt eddig. Tehát mindannyian meg fogunk halni. Na most a rossz hír ebbe az, nem az, hogy meg fogunk halni, az alap. A rossz hír az, hogyha elterveztél dolgokat, hogy meg fogsz csinálni ebbe az életbe valamit, azt ahhoz csak egy bizonyos időd van, míg meg nem halsz. Tehát van egy határ ennek az időnek, hogy mennyi időt tudod kihozni az életedből ezeket a dolgokat. És nagyon sokan lemondanak ezekről a dolgokról, mindegy mi az oka, de nem azon vannak, hogy tényleg kihozzák magukból a legtöbbet, hanem egy idő után beletörődnek abba, hogy oké, én ezt értem el, most akkor ez van, ilyen a politikai helyzet, ebben az országban élek, ezt a nyelvet beszélem, és ezeket a dolgokat, amik a körülmények felhozzák egy indoknak arra, hogy miért nem tudnak többet kihozni magukból. De ezeket az indokokat mind el lehet küldeni a francba, és a saját utadat el tudod kezdeni egyengetni. Mindegy, hogy milyen nehéznek tűnik, meg lehet tanulni a nyelvet, meg lehet tanulni kommunikálni, meg lehet tanulni használni a telefont, meg lehet tanulni mindent, amit meg akarsz tanulni. Azt is meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet tanulni, hogyha ez a gond. De a lényeg az, hogy ebből az időből, ami hátra van, tehát hogy meg fogsz halni, addig az ideig, mennyit tudsz kihozni ezekből a napokból, mennyit tudsz kihozni ezekből a percekből, mennyit tudsz tölteni például egy ilyen helyen, mint ez itt mögöttem. Ez a lényeg. És ha ez valakit nem motivál, akkor nem tudom mi. Tehát sokszor ez, amit most mondok, ez nem egy motivációs duma akar lenni. Lehet, hogy úgy tűnik neked, hogy ez az, de én inkább arra akarok buzdítani, hogy cselekedj. Tehát tegyél valamit. És ez a legalapvetőbb és a legegyszerűbb dolog, amit tenni tudsz, hogy megtervezed az idődet, megtervezed a napodat, és minél többet kihozol egy napból, minél többet kihozol egy órából, minél többet kihozol 15 percből. Mert minden egyes 15 perc, amit elvesztegetsz azzal, hogy nem haladsz előre, visszafele haladsz. Miért haladsz visszafele? Ha csak nem azért, hogy másért az, hogy öregszel, és a pénzed meg egyre kevesebbet ér. Két dolog. És ezt nem tudsz mit csinálni. Tehát ez automatikusan van egy infláció. Tehát ha valaki nem csinál egyre több pénzt, tehát januárban és decemberben a havifizetése nem változott egyáltalán, az visszafelé pedálozik. Visszafelé megy. És én ezért is hoztam létre ezt a 8000 money csoportot, mert azt gondolom, hogy igen, nem minden a pénz, meg bla bla bla, de próbálj meg elmenni a közértbe, és mondd a közértesnek azt, hogy szeretnél venni valamit, és te nagyon becsületes vagy, te nagyon keményen dolgozol, te rendes vagy az emberekkel, és bármilyen érvet fölhozhatsz, hogy te milyen jó gyerek vagy, de ne vannak érte egy zsömlét. Tehát ez a pénz ezért benne van a játékban, és aki ezt nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni, vagy letagadja, vagy rosszul gondol a pénzre, az magával szúr ki. Lehet, hogy kicsit elkanyarodtam a témától. Tehát jövő heti motiváció. Tehát tűz ki 3 dolgot hétfőre, hogy mit fogsz megcsinálni, mire büszke leszel. Ez nagyon fontos, hogy büszke legyél rá. Tehát, hogyha valamit megcsinálsz és nem vagy tőle büszke, akkor az vagy nem jól csináltad, vagy nem adtál bele mindent, amit bele kellett volna adni ahhoz, hogy büszke lehess rá. Vagy nem egy olyan dolgot tűzték ki, ami igazából nagy dolog, ami igazából előre visz, ami változtat vagy a saját életeden, vagy valaki másén. Mert nem feltétlenül kell ennek pénzben megnyilvánulnia. Ha te teszel valamit, amivel másnak segítesz, attól te büszkének tudod magad érezni. És mindegy mi ez, ezt te döntöd el, hogy mi az, amire te vagy büszke, de ez a büszkeségérzés, ez az egyik legnagyobb fizetség, amit az ember tudni kaphat egy cselekedetért. Sokkal fontosabb, mint a pénz.
És ez csak egy példa erre. Az első héten, azt hiszem, amikor csináltam ezt a videót, volt, és ezt lehet, hogy már hallottátok, elnézést, hogy ezt valaki hallotta már, volt egy apa, aki a kocsiba hallgatta ezt a videót, és a két gyerek a hátsó ülésen, 8-10 évesek, elkezdték összeírni azt, hogy mit fogunk csinálni hétfőn, és mit fogunk csinálni jövő héten. És valamiért, nem tudom miért, most nem tudom a pontos okát, hogy miért, beszéltem ezzel az apával egy olyan 3-4 nappal később, tehát a hét közepén. És nem is erről kezdtünk el beszélni, de fölhozta ezt a videót, és fölhozta azt, hogy hogy a gyerekei egész máshogy álltak hozzá a héthez, és levalószínűleg lehet, hogy most is hallgatják ezt. És ez az, amire én büszke tudok lenni. Tehát ez sokkal nagyobb dolog számomra, mint bármi más, amit kaphatnék mondjuk egy ilyen videó elkészítésétől. És nekem lehetne egy ilyen dolog például az egyik, hogy csináljak egy olyan videót hétfőn, ami valakinek az életéhez hozzá tud tenni. Tehát ilyen dolgokra gondolj, amikor kitűzöl három dolgot, hogy mi az, amivel jobbá tudod tenni nem csak a saját életed, de másokét is. És ha ezt megteszed rendszeresen, hogy te mások életét jobbá teszed, a tiéd automatikusan elindul fölfele, és egyre jobb lesz. Ez tapasztalat. Sziasztok, mindenkinek szép jó életet kívánok!